Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, október 24-én. A hold a mai napon a Sravana holdházban található. Ez lefordítva egy sas madarat jelent, és kell ez a tekintés a jövőbe nézni. Vagy nézzük át felülről a dolgokat. Ez a holdház Visnu hatása alatt áll. Ez jelent számunkra egy ciklust. Egy új kezdet, egy teremtés az Brahma hatása alatt áll. Ezt így megszilárdítani, megalapozni vagy megőrizni, ez Visnu hatása alatt áll, és ez, ami a mai napra kihat. Valamit kézbe venni és megőrizni, mert ez értékes számunkra. Ez lehet egy gondolat vagy egy terv, ezek lehetnek érzelmek, kapcsolatok, vagy egy tárgy, de egy jó hely is, ahol mi biztonságban érezzük magunkat. És ebben a ciklusban a következő lépés az Shiva energiája, amikor elbúcsúzunk valamitől vagy valakitől, és az is fontos, hogy legyen egy új kezdet, és ilyenkor újra Brahma energiáját érezzük, azt követi Visnu és Shiva. A mai napon kihat ránk a Visnu energia. Ami még fontos, hogy Vénusz bolygó egy trigon kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, az indiai számítás szerint a Föld elemében, ami mutatja a reális dolgokat, így megvalósítható egy álom a szerelmi élet területén. De ez a jó kapcsolat kihat ránk hölgyekre, és ezt érezzük a kreatív munkánál is. És ez volt a felvételem, Mizós, október 24-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!